Jó napot kívánok, kedves uraim és hölgyeim! Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint a Scrap Mechanic, és folytatjuk a Rávas Tiger építését. Na, figyeljetek, srácok, nagyon-nagyon sok munkánk lesz. Igen, nagyon sok munkánk lesz, mivel még szeretnék. Valaki írta, hogy jobb gombot húzom, akkor lehet hosszan. Nem lehet. Nem lehet, gyerek. Rosszul mondtad a szituációt. Na, gyors, marha gyorsak lesz. Tényleg próbáljuk meg... Próbáljunk meg gyorsan építkezni, oké? Okay? És ugye megcsináljuk ezt a másik oldalon is. És tényleg haladjunk már gyerekek. Mert az a szitu, hogy... Várjál már, hogy van ez? Igen, itt... ezt be kéne falaznom. Tényleg szeretnék haladni, szeretnék gyorsan végezni. Nem azért szeretnék gyorsan végezni, mert nem akarok sokáig játszani, hanem azért, mert... Várj, honnan? Hanem azért, mert... pörgősen akarom, és lehet, hogy bele is fogok pörgetni a gameplaybe. Olyan helyeken, ahol... De miért? Nem, annyira nem akarok bele pörgetni, igazából annyit szeretek beszélni, hogy... Akkor meg nem tudok beszélni, vagy akkor mit csináljak, vagy énekeljek, hogy hogy él legyen. Nem, csináljuk gyerekek, figyelj, ez így működik, jó? Építjük. Építjük, ugye megint néztem képeket a Steigerről. Folyamatosan ezt úgy akarom megcsinálni, hogy igen, jó, tudom, hogy néz ki egy Steiger, mindenki tudja, hogy néz ki egy Steiger, egy 300-os, de mégis úgy van gyog vele, hogy akkor már nézek róla képet, hogy teljesen ugye minden részlete, minden szín, minden passzoljon. Tényleg egy jó kis izét csináljunk. És írta valaki, ja, meg ugye kérdeztem, hogy mégis milyen járműveket szeretnétek még látni, és akkor írtok egy csomót, hogy mik lennének jók. Nekem, ami így megragadta a fantáziám, az nem más, mint a 1005-ös zsiguli. Valaki írta, hogy 1005-ös zsigulit csináljál, meg nem is tudom, ifát, azt írta valaki neki, jó, azt mehetünk az erdőre fart lopni, mi? Lol. Jó. Jó van. Oké, kettő, itt ezt gyors megnézem, ott egész végig el van húzódozva. Jaj, nem, inkább innen csinálom. Ugyanazban a magasságban. Jó ez? Aha, jó. Melyik, mennyi ideig van, ugye? 4 darab blokk. Van 4, jó. És akkor gyors megcsinálom ezt a szekciót. Még elfelejtem, mivel kell forgatni. Ne legyél hülye, Keeper! Túlforgattad, Keeper! Látod ezt? Akkor jó lesz. Várj, nem tudom ezt lejjebb csökkenteni? Hogy? Lejjebb csökkenteni. Emelni meg sülyeszteni, te szerencsétlen gyarék. Úgy most a kört kontúrt megcsináltam, ezt gyorsabb lesz szám. Tényleg most van, kiraktam ide a másik monitorom, én két monitoron dolgozok. 1, 2, 3, 4. Akkor te kis cica hová megy. Kiraktam Steiger képeket mindenféle hátulról, előről. Mindent így teljesen jól meg tudjunk tűrvezni. Aztán vágom, hogy néha miért nem akarja rakni. Tüt, te kis kacsa, hová mégy? Jó van. Jó van, beveszem a nyugtatómat legközelebb, amikor elkezdek videózni, oké? Okay? Az vettem észre, hogy elkezdtem mutálni, hogy mélyebb lett a hangom. Hangom. Itt látom, hogy így gyorsabban haladok, hogyha végig rakom ezeket a háromszöget, és akkor utána már átforgatom.
ugye igazából két állásban vannak. Tessék, látod? Nem is volt olyan sokáig tartó ez. Bazd meg, mikor lesz ez a gép, te Jézus Mária! Ez nagyon brutál lesz. Ez nagyon durva lesz. Ja, itt a hátulja, ugye most itt nézek egy képet, az gyakorlatilag úgy van megcsinálva, hogy... Hogy ez itt például nem jó. Úgyhogy ezt itt át kell variálnom nekem. Ja. Ezt itt kiszedem. Ez nem jó. Meglátjátok, hát most próbál, igazából én nekiállhatnánk itt magyarázni, hogy hogy van, de szerintem jobb, hogyha nekiállok csinálni, mert különben ez így nem lesz jó. Meg fogjátok látni, hogy hogy van. Ez is szarú itt. Szarú itt, szarú itt. Hátuljával mindenképp végeznem kell. Szeretnék. És próbálom kitalálni, hogy hogy van. Nem nézzetek furcsa rám. De ez sajnos így van. És itt van a három pontos felfüggesztő. Gyerekek, tényleg most biztos, hogy nézitek, hogy te hülye vagy, képen megbolondottál. De pedig ez így van. Be kéne földobni egyet még. Igen, és akkor ezt meg így megcsinálhatjuk teljesen. Így, befedhetjük. Ja igen, írtátok a lengés csillapítást, ugye valamilyen szinten. Rosszul mondtam, hát nehéz bevallanom, de igen, valamilyen szinten én ezt rosszul mondtam. A lengés csillapítást én úgy értettem, hogy gyakorlatilag rugózás az nincs, de ugye olyan szinten lengés csillapítás viszont van, ami ugye, hogy kövesse a négy kerék, mert hogyha ugye nem lenne semmilyen szerkezet, akkor a négy kerék az gyakorlatilag egységben lenne folyamatosan, tehát hogyha nem változna a négy kerék pozíciója, hanem olyan lenne, mint hogy oda lenne szögezve. És ez ugye nem megoldható, mert ha így lenne, ezt így is meg tudtam volna csinálni. De most már mindenképpen rakok ide is, mert akkor ugye, ha lenne egy, mondjuk egy bukkanó, akkor az egyik kerék rámegy, akkor a másik kerék egyértelműen levegőben lenne, az meg úgy nem jó, ezért középen csuklik ez az egész szerkezet, amit még nem tudom, hogy fogok megoldani, de szeretnék megoldani, mivel arról beszéltünk ugye, hogy minden részletébe autentikus verdát kellene csinálnunk. Minden részletébe meg kellene oldani. Itt van ugye a három pontos felfüggesztés, ami nagyon fontos, és nagyon érdekes a Steigernél, nem tudom azt mennyire ki mennyire vágja, vagy hogy van ezzel a kérdéssel. Nincsen gartán meghajtás. Az gyakorlatilag a Steigeren, nuku, nincs. Nincs, nem készült, minek. Ugye? Hát ez így van. Gyere, jó lenne felugranom valahova. Ugorj már fel valahova, te. Kilőttünk hát az izé. Igen, itt meg még hiányzik az izé, jó, nem baj. Oké, okay. Ja, nincsen kardán meghajtás. Viszont itt meg fölöslegesen nem rakok oda belőle olyanokat. Nem elég csak ebből megcsinálni, mert úgyse fog látszani. Igen, ez ilyen. Így van. Így van, gyerekek, ez komoly. A hátsó kerék egyébként egy picit, mint hátrébb lógna a Steigereken. De hát itt is mondhatni, hogy hátrébb lóg. Igen, itt lesz a három pontos felfüggesztés. Jó. Szuper, szuper, szuper. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. És lassan meg is vagyunk a hátsó része. Gyakorlatilag annyit kell megcsinálnunk. Ja, itt még nem, itt elcsesztem. Igen, most már ezeket a felre felületeket is elég gyorsan tudjuk csinálni. Így.
Ez így jó. Ez nagyon egy izé lesz. Nagyon érdekes dolog lesz, újra kell gondolni a dolgokat, gyerekek. Mivel egy 45 fokos, vagy egy, ennek úgy kell működnie, hogy fú, ezt újra kell terveznem. De már ki is találtam, hogy hogy lesz az egész terv. Úgy lesz, hogy itt lesz egy ilyen csuklós szerkezet, és akkor a kettő egymáshoz, az első és a hátsó szekció az egymáshoz fog így csuklós szerkezettel kapcsolódni. Viszont ide pipe-okat kellene alkalmaznom, hogy elforduljon egyiken a másik. Hát ez nagyon... Na, basszus. Ez tényleg rohadt összetett dolog lesz. Várjátok, rakok le ilyen pipe-okat ide. Egyelőre úgy se festünk. Így. Így. És akkor ez lesz, ide meg csatlakozni fog. A. Másik. Nem, ez nem tetszik. Nem tetszik, a pipe az jó, a csöveket alkalmazok, de ez így nem jön be. Nagyon nem jön be. Hát gyakorlatilag úgy kéne megoldanom, mint hogy ilyen csapszögekkel dolgoznák, de azt hogyan... ezzel lesz megoldva, ezzel lesz, szerintem ez lesz a jó megoldás. Szerintem ez lesz a jó megoldás. És akkor ide meg csatlakoztatjuk ezt. Gyakorlatilag mint egy ilyen két csapszeg, és ez a kettő még ráadásul akkor fordulni is fog. Jó, hát az a lényeg, hogy akkor most ennek ezt kezdjük el építeni. Tovább, ugye? Oda nem építhetek egyelőre, ide építhetnék. Ez akkor legyen kicsit szélesítsünk. Hú, gyerek, az eleje az sokkal összet... Ezt hol raktam, baszod? Az eleje az sokkal összetettebb, mint a hátsó szekció. Úgyhogy ezzel itt el fogunk egy kicsit bajlódni. Basszus. Meg kéne csinálni az egészet az első kerékig. Az lenne szerintem a jó megoldás. Jó, a szélesség, az ugyanezt a szélességet kell akkor eszközölnem. Viszont itt például csinálhatnék olyanokat. Ne legyen ilyen szögletes minden. Így. Ugye? Sokkal jobb, mennyivel jobban néz ki? Ezt így tudnám így alkalmazni. Brutál maxer durván néz ki a cuccos. Ide viszont, ez baromi összetett lesz ez a része. Ez valami azt hittem, hogy ugye oda kell mindenképp akkor egy ilyen csuklós szerkezet, ami körül így fordul, síkba is. Nem csak ebbe a síkba, nem a jobbra-balra, hanem ugye így eltekeredik az első és a második szekció. Meg vagyok lőve, gyerekek, kitaláljátok nekem itt ezeket a dolgokat, nagyon. Most azt tudom csinálni. Próbál kitalálni ezt az egészet. Azt tudom csinálni, hogy ezt így akkor meghúzzuk előre. Látok, inkább úgy, hogy nem egy full falat, hanem csak egy ilyen... Az arányokra baromira kéne figyelni, az arányokra ugye. Aha, itt lenne ugye, itt indulna a lépcső, eddig. Itt lenne ezért. Hát igen, a kereket kellene kitalálni, hogy hol legyen a kerék. Az nagyon fontos. Ez nagyon fontos lenne, de ez még itt nekem nem tetszik. Még szélesíteni kéne rajt. Ugye nektek se tetszik, el van cseszve. Még egy szélességet adjunk neki.
Na, de viszont egy szélességet, ha akarok neki adni, akkor ez így nekem pont jó. Mi van ez az így? Tehát nagyon részletesen akarom. Úgyhogy ez, mondtátok, hogy legyen be, férjen bele egy részbe. Egy részbe baromira nem fog beleférni. Esetleg minden rész, minden járműről a végén csinálunk egy timelapse-et, hogy teljesen végig ugye az összes részt összerakom. És akkor egy ilyen nagyon gyorsítottat. Jó, lesz az így. Ott még följebb megy persze, csak most egyelőre itt kigondolási dolgok vannak. Meg ugye még lejjebb is fog menni. A kereket azt kellene megterveznem, hogy hova rakom a kereket. Kerek milyen magasságban, ilyen magasságban. Ugye várjátok, ide rakom most, megnézni, hogy... Kb. Nem rossz a távolság, viszont nincs hely a izének, a sárvédőnek hátrafele. Itt a baj, itt a baj. Majd egy kicsit följebb emelem, így. Kevés, nagyon kevés, ezt még előbbre kellene hozni. Nézzük most, melyikre van felpettyinve, a legelsőre? Hát legalább kettő, gyerekek. Egy, kettő. Egy, kettő. Hát ugye elég széles ez, úgyhogy még lehet hosszabb. Legelsőre most. Igen. Igen. A sárvédő, hát kell a sárvédő. Nem rossz ez, ez nem rossz. Nem rossz, mert itt, ez, itt ki tudom iktatni. A sárvédő az meg egy blokkal így. Itt azt kiiktatom, elkezdődhet. Ó, fiú. Nézzük a szélességhez képest az arányokat. Nem, még hosszabbnak kéne ennek lennie. De nem lehet hosszabb, mert az meg már úgy nem illik. Az a baj, ide nem tudok rakni a sárvédőt szerintem. Pedig elég szorosan van a sár... Várja. Egyel hátrébb kell a sárvédőt kezdenem. Az a gond. Hát a kereket még egyel előbbre rakom. Muszáj, mert különben nem... Tudom, hogy... De kell nekem a hely, kell. Mondjuk van egy ötletem, hadd próbáljak ki valamit. Ezt meghegesztjük, hogy az innen essen le, hogyha ezt én itt kiveszem. Ezt is leveszem. És ha ide rakok én szögletest. És... Itt kezdem a sárvédőt. Meg előbbre visszamegyél a kereket. Marha, nem jó. Ezt ide kell, gyerekek, az a gond. Ezt ide kell. Ezt ide kell. Ez bőven oda kell. Még majdnem sok is lesz. Meg lesz az oldva, gyerekek, meg lesz az oldva. Ide a sárvédőt. Négy, ugye négy blokk. És ez, itt ez elég jó, ez jobban lelóg. Az első sárvédő, meg is tudjátok nézni képeket, az első sárvédő picit jobban lelóg, mint a hátsó. Mert együtt, a 300-asról beszélünk, 300-as rábáról, ezt ne felejtsük el. Egybe, az izének is számít, egy ilyen fellépőnek. És ezt meg fogjuk nézni, és az egy ilyen 45 fokba fog csatlakozni. Jó, mindegy, csináljuk gyerekek, csináljuk. A magassága, az pont ugyanott kezd el alakulni. Az egyik oldalt megcsináljuk, utána már frankok vagyunk gyerekek.
Nézzük, milyen magas, még egy magasság kell. Dehogy kellett volna, sok. Sok, ez ugye a jó. Ez ugye a jó, ez ugye a jó. Ez ugye a jó, gyerekek. Látok, menjél lejjebb. Ugorjál már föl. Ura, egyszerű. Nem rossz. Alakul egyébként. Nekem kezd bejönni. Ajajajajajajaj, gondolkozzunk, gyerekek, gondolkozzunk. Nagyon ezt el kell találnunk. Nagyon el kell találnunk pillanat. Azt nézem, hogy hol van a kabin. Hol lesz a kabin. És egy fontos szempont, a kabin az kb. A kabin eleje, ahogy nézem, a kabin eleje az körülbelül itt lesz. A kabin vége az körülbelül itt lesz. Az majd, a kabin vége az majdnem ott van, gyakorlatilag mint itt. Itt kezdődik és eddig fog tartani. Egy ilyen nagy kabin, ugye előre billen a nagy kicsit, a leginkább a teteje, hát azt nem fogjuk tudni megcsinálni, hogy a maga a kabin is előre billenjen, két tetőt, azt meg, de nagyon-nagyon jó lesz, nagyon élem, most nagyon érzem, hogy kell lennie, és egész jó el is találtuk. Pillanat. Úgyhogy itt eltűnök egy-egy pillanatra. Igen, és a másik oldalt le kell jönnie. Le kell. Itt már ugye úgy működik, hogy ez le is kell, hogy jöjjön. Várjátok egy pillanatra, gyerekek. Le kell jönnie, le kell... Jó, nem jön le teljesen. Nem jön le teljesen a 300-asnak. Nem, ugyanúgy, mint hátul. Egy kicsit így. Nagyon furcsán néz ki. Ugye megpróbálom itt. Ugyanúgy van, mint a hátulja, sőt a hátuljárnál is úgy van, hogy igen, hogy gyakorlatilag egy ilyen háromszög alakban van. Nem úgy van, ahogy én csináltam. Ugye? Mindenki mondta, miért nem mondtátok? Hogy gyakorlatilag mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok, hogy így van. Így van a 300-as lámának a izéje. De azt utálom, hogy nem akarja oda rakni. Annyi, hogy tudom, a kerékjáratok nagyok, csak ugye nem lehetett megcsinálni normálisan. Bár így jobban nézett ki, úgyhogy ezt egy kicsit hagyagolom. Ahogy még egyet be tudok rakni oda, akkor az úgy lesz. Valahogy így úgy néz ki ám egyébként, mint ahogy most az utóbbi csináltak. Így meg jobban néz ki, mert baromi nagyok lesznek a kerékjáratok most bár így. Jó, és akkor... És oda még nem enged rakni? Ne. Az egy kicsit előbbre. De nem nagyon van ám elől. Úgy van, hogy szinte az ugyanígy van. Meg lehet nézni a gyerekek, hogy nem, nincs előbbre. Az eleje a keréknek gyakorlatilag teljesen kilátszik. Úgy. Az eleje a keréknek szinte teljesen kilátszik, ugye az index az szokott azt itt lenni valahol. Na, megnézzük jobban. Ezt hova raktam? Az a levegőbe volt, basszus. Jó lesz, srácok. Nagyon egy összetett formavilág. De nagyon részletes. Azt szeretem most, hogy ugye részletesen meg tudom csinálni, nem ilyen összecsapott szar. Ezt az egész.
Na, oda egy blokkot jó lenne berakni. Oké. Na, ez így oké, ez így jó. Ez így tetszik. Ez tetszik. Tetszik. Jó, ez az. Amit ki akarnék próbálni, meg kéne csinálnom a másik oldalt is, és a kabin kéne kezdeni alakítani. És a kabin, meg a motorháztető összehozása, na ott lesznek a nagyobb problémák. Hát ezt igazából most jó lenne ezt megcsinálni, meg a másik oldalt is. Tök így. Ugye fellépők kellenek majd. A legalul az biztos, hogy van fellépő. Itt. Nem akarok túl széleset, mert igazából az meg olyan nagyon bután fog ki. De nem, hát kijön teljesen basszus a széleig. Ez halál komoly, ez így van, de szerintem... Igen, nem így van, nem így van, le van törve. Nem így van, gyerek, hát hülye ne legyél keeper. Le van törve egy... Ezek a fellépők, ezek úgy néznek ki, hogy ilyen 45 fokosak. Tehát... Ezek a fellépők, ezek konkrétan. Ilyenek. Ilyenek, de jobban kijön. Jobban nem tudom kihozni. Mindegy. Hány darab van? 2, 4, 5 darab fellépő. Amit nem fogok tudni szerintem megcsinálni 5-öt. Az nekem nagyon sok lenne. Gyerekek, az nem egyszerű, nem? Azért van egy kihívás. Ilyenek, srácok. És a legfelső az az érdekes, hogy vagy a harmadik, ez egy picit kisebb. 2, 4, 5. A harmadik, aha. Az meg nagyon kicsi lenne így. De nagyon-nagyon hasonlít, nagyon hasonlít. És akkor lehetne még egy, mert ugye mi nem fogunk tudni annyit berakni, de lehet, hogy akkor ezt is megcsinálom akkorára, mint az. És akkor a következő az kicsit beljebb lesz. Hú, basszus, de nem tudom, hogy mi legyen még, hogy legyen ez. Várjatok egy killonatra, várjatok, mert én be vagyok itt keveredbe. Na most mit vettem ki? Vezettem ki, amit nem kellett volna. Álljon meg a nász menet! És ezt megcsinálni szimmetrikusra, az meg még egy élmény lesz, gyerekek. Oké. Okay. És akkor azt hogy csinálom meg? Na, arra, azt találjuk ki. Azt találjuk ki, hogy a legutolsót hogy csinálom meg, de egyébként itt is úgy van, de hülyeséget vettem ki meg. Itt is úgy van, hogy... Várja, mindjárt. Hogy ez kisebb, és ide bőven elég lenne egy ekkora. Én a másik oldal, mert itt már bolondok háza van. Nézzük meg, mi a szitu. Ezt be kell falazni, mert néző van, lig van. Így. És akkor még egy kellene. Na így! Így már hasonlít, ugye? Jó, sokkal jobban hasonlít így. Jó. És akkor kellene oda egy. Hát azt meg, bazd meg, hogy hozott össze keeper. Az nagyon izé lesz, nagyon, nagyon ügyes lesz, hogyha te oda még építesz egy lépcsőt, pedig meg kell oldanunk. És bazd meg, megoldottad. Keeper, te nagyon ott vagy. Megoldottad, ember.
jó lesz ez, és ez megint egy kicsit beljebb van, ugye? Jó lesz ez. Itt megint falszhatok. Úgy. Nézzük. Hát ja, nagyjából, fogjuk rá, oké. Nem tudod megcsinálni ugyanannyi lépcsőfokot, mint ahogy kellene. De egyébként, hogyha itt ugye meg lesz ez a, még ez a rész, akkor már máshogy fog mutatni, tényleg lépcsőfok hatása lesz. Ugye? Törösen gondolkozok, hogy ezt. De miért azt veszik ki? Miért olyat vesz ki, basszus, amelyiket nem is nyomom? Kivett ott belül egyet, látod? Itt erősen gondolkozok, hogy ez helyett. És megint olyan vesz ki. Miket vesz ki, hallod, amikor nem is arra nézek? Ember. Itt ide gondoltam, hogy egy... ilyet itt adnék be. Ez még akkor úgy még hatékony. Igen, ez jobb lett. Ez jobb lett, jó. Ez jobb lett. Ja, onnan kivett egy izét. Háromszöget visszadobjuk. Nem is oda, nem háromszögkel. Ez nem lesz jó, hanem egy kocka. Na jó, ez így jó. Ez így frankó. Ez az oldal, ez tökéletes, meg kell csinálni. Tudjátok mit? Meg kell csinálnom ezt az oldalt. És akkor esetleg a másik oldalba picit bele is tudunk gyorsítani. Mi ezt az oldalt megcsináljuk, a kereket visszadobom. Ugye? Itt volt. És a kabint kellene egy eltalálni, hogy hol van, oké? Az most nagyon fontos lenne. Minden üvegfelületeket, mindent így kitalálni. A kabin. Nem biztos, hogy a kabint kellene, hanem lehet, hogy a izét kellene. Lehet, hogy az egész, az elejét, ugye, az kellene. Gyakorlatilag a motorteret meg mindent. Azt kellene, gyerekek. A szélesség az ugye meg adott már. Egy sor blokk az ma ott. Ezt gyerekek, ezt megcsinálom, a másik oldalt is ugyanígy, az nem lesz egyszerű. Minden, csináljuk meg az elejét. Azt mondom. Megcsináljuk az elejét, és utána jön akkor a kabin, jó? Látni fogjuk, egy picit magasabb rám ez, hogy így lássuk. És az eleje, az, mint hogyha hasmagasságra, ahogy mi így kitüremkedik, azt majd figyeljétek, nézzétek meg komolyan, hogy az magasabb. Mintha egy olyan egy blokkal magasabb lenne, itt a gumik meg oda vannak ködve, hát az érdekes lesz. Remélem, hogy azért sikerül majd itt meg is forgatnom ezeket a kerekeket. Majd kitalálunk mindenképpen valamit, hogyha úgy van, hogyha nem. Na figyeljétek! Egy ilyen egy blokkot emelünk az elején, és ezt nézzétek meg, hogy tényleg olyan hatása van, és sőt, és szerintem biztos vagyok benne, hogy az eleje az magasabb is. És megnézzük az arányokat. Az eleje az kb. Olyan majdnem egy kerék távolságnyit nyúlik ki. Úgyhogy ez talán így. És ugye jóval magasabbra érkezik, mint a kerék. Ez legalább egy olyan... Vagyis a sárvédő magassága fölé érkezik. Föl tudunk menni mi is, nem? Pont nem. Hát, megültettem, azt most így felmegy. Ugye tudom, hogy... dől előre az eleje, de ugye azt gondolom, azt tudjátok, hogy nem lehet megvalósítani, mert vagy 45 fok, vagy semmi. Megcsináljuk egyik oldalról, és akkor így látjuk, hogy mégis az arányok jók-e, ami nagyon fontos. És ugye ez körülbelül az eleje és a kabin találkozása úgy az első kerék közepénél fog ez megtörténni, ahol gyakorlatilag itt is vagyunk. Az első kerék közepénél, és... Nézzünk egy ilyet. Oké? Okay? Nézzünk egy ilyet, hogy ez mennyire arányos. Ez így most baromira nem arányos, mert sajnos egy az, hogy ugye dől előre az eleje, amit nem tudok megvalósítani. Esetleg egy kicsit tudunk annyit csalni rajta, hogy felrakunk ide alulra egy ilyet.
de nagyon ezzel nem fogok tudni mit kezdeni. Picit, mintha előbbre lógna az eleje, mit gondoltok? Na hát azért mégis kéne csalni rajta, valamit így eljátszani, hogy dől előre. Ugye megpróbálom, kitalálom, hogy hogy lehetne azt. Így. Így lehetne eljátszani, hogy dől előre. Baromi nagy az eleje. Baromi nagy az eleje, ez nincs ekkora. Mondjuk vissza kell egy kicsit húznom. Legalább... Na, adjuk az elejét. Adjuk az elejét. Nagyon magas, nem? De aztán annyira nem van. De egy kicsit magas. Adjuk az elejét. Álljunk neki kabint építeni, ugye? Kabin, 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 gyerekek, kabin is, a kabint is. Ó, basszus, mennyi meló van ezzel a géppel, gyerekek. És lassan ki is kéne próbálni egyébként, azon is filóztam. Nem tudok valahogy kimenni innen, esetleg. De várja. Jó lesz ez. Ja, a kabinnal is megküzdünk ám. Várjál, valami szamárvezetőt magamnak hadd rakjak. A kabin, az gyakorlatilag itt egy síkban van ezzel. Innen fog indulni. És a kerék közepéig addig tart, ameddig a jövő. És a kabin, az ugye ráépül gyakorlatilag az elejére, mert ott már csak szélvédő van, itt meg ugye ajtó is. Na nézzük gyerekek, mit lehet ebből kihozigálni. Várjátok, hogy csináljak már magamnak valami felugrót, mert megvadít ez a dolog. Hogy. Na kabin. Kabin pajtás lesz. Kabin az ugye ugyanolyan széles, mint az eleje. Gyakorlatilag. Az így egyértelmű. Tehát akkor itt fog épülni a kabin. Rá az elejére. Megcsinálom ezt a törést benne, mert ez nagyon jellegzetes. Ugye? A magasságot még nem tudom, mindjárt meg fogjuk látni, ha lemegyünk, csak most nem akarok leugrani addig. És ugye azt beszéltük, hogy gyakorlatilag innen indul. Így. Az tuti, hogy onnan indul, az tuti, hogy... Azt a betyár gyerekek, az kezd steigeresedni ez a verda. Alacsony, ugye a kabin alacsony. Te is jól látjátok? Alacsony a kabin, legalább egy blokk magasságot még rá kell tennünk. Viszont baromira alakul. Baromira alakul, ezt leveszem. És akkor még egy blokk magasság, basszus. Hát rendesen úgy érzem magam, mint egy ravas tigeren lennék, bakker, komolyan. Csak magamnak ilyen izéket ám, ne haragudjál, mert... Hogy legyen mi... Na, itt föl kéne ugranom? Hú, de nem sikerül. Itt nem lehet repülni. Annyira idegesítő, hogy miért nincs ez egy repülés mód ebbe a szarba, hogy úgy építkeznem. Most építs egy izét komplett... Itt a csodát azért, hogy tudj építkezni. Egy állványrendszert. Kezd telgeresedni a kicsi Kevin. Tényleg úgy érzem magam, bazzem mindegy telgeren. És még az arányok is jók, érted, mert így szépen be tudsz menni. De akkor az ajtó, hogy simán be tudsz menni állva. Ez bazze, ez egy ak... Ez annyira király, eltaláltuk az arányokat gyerekek, hogy ez hihetetlen. Hihetetlen. Lefestem fejjel a kabin, meg többi sárga hallott fejjel kerekek, hát ez be fogunk idejni, rosálni. Ez egy batar nagy állat. 300-as rába, basszus.
Ott lesz a rába felirat, ott lesz a, még a légszűrőház, másik oldalt kipufogó, ugye 300-asnak külön jobb oldalt, bal oldalt van. Hatalmas, és iszonyatosan el van találva az arány. 300-asra gondoljatok, ne a 250-esre. Nézzetek képet 300-asra, és nyugodtan írjatok, hogy mi nem jó, mi jó. Ugye lámpák benne az izébe, szögletes az alja, úgyhogy ezt elcseszem, mert szögletes az alja, mert itt vannak benne legalul a lámpák majd. Így tudtam megcsinálni, hogy dől előre, ne haragudjatok, ez van. De epikusan jól néz ki, ezt meg kell hagyni. Beszme jól néz ki. Jó. Ugye igen, itt dekorációs dolgok azok úgy fel fogják dobni, már most jó valaki van, és dekorációs dolgok nagyon fel fogják dobni. Jó, igen, mert ugye van egy fekete csík például itt oldalt, ugye rába 300 felirat. És elől is van egy létra, elől van egy létra, itt van egy létra, gyerekek, itt. Itt van egy létra. Van egy létra. Itt is föl lehet menni. Az eleje fekete, ugye sárga keretbe, tök jó lesz. Itt az, nézem, hogy itt még, ja, itt bele fogok bonyolódni, ebbe át kell néznem. És egyelőre még akkor próbálkozzunk meg dolgokkal. A kabin nekem különben egy picit kicsinek tűnik, mert három részre kéne osztani az ablakot, meg ugye az ajtó is, az nekem zavaróan, olyan kicsi. Pedig addig van, addig itt lehet, hogy egy kicsit előbbre kellene, lehet egy darab, egy blokkal előbbre kellene hoznom egyébként. Azon így filózok. Egy blokkal előbbre hozni. Egy sorra, mert kevés lesz, kevés lesz, kevés lesz. Hát ezt fehérre festjük, hát viszonyat jól fog kinézni. Igen, már is jobb lesz. Igen, ez így, ennek így kell lennie. Ajaj, valami leesett, mi esett le ez? Ráj! Ez jó lesz, már is jobb lesz. Basszus, mennyi meló? Mennyi meló, öcsém? Igen, jó lesz, jó lesz. Ugye egy ablak, két oldalt ugye van, és az ajtó középen, de ezt meg is csinálhatnám az ajtónak a keretét, meg az ablaknak, de basszus, nagyon jó lesz. Ugye, mert ez így van, hogy... És középen még lesz hely az ajtónak is. Ugye, ez úgy van. Tudom, előre dől egy picit, de ezt nem tudom megcsinálni, sajnálom, gyerekek. Egy színben van? Igen, és középül meg egy ajtó, ennyi, gyerekek, nincs ez túl gondolva. De nem akartam. Ugye a festés az sokat fog dobni rajt. Természetesen. De miért nem enged berakni? Ja, mert ott van egy ilyen kocka genyó. Ha! Ott fogta az, basszus. De miért csak az fogta? Itt is leszakadt. Hülye vagy? Na, ennyi van onnan. Esett. Jaj, a kereket szedtem le, nem baj. Oké. Jó van ez így. Kabin téma. Kabin téma alja. Ezzel nem akartam rakni. Kösz, hogy oda raktad.
És ott meg lesz az ajtó középen. Jó van, jó van gyerekek. Hát ugye vékonyabbak a, ezek a, tudod, tudjátok, még meg kell nézni, nincsenek-e vékonyabb izék, osztók, mert ez még így elég bután néz ki. De azért úgy vágjátok, hogy mit akarok kihozni benne, ugye. Igen, itt volt egy háromszögünk még. És igazából oda is bevehetne. Nem folytatólagos lenne, így. Igen, ez jó lesz. Ja, jók az arányok, jók lesznek az arányok, gyerekek. Kabin még egy picit még magasabb is lehetne, de tök jó, mert az ülés az frankon el fog benne férni. Jó lesz, ez kerék nélkül mondjuk elég fura. Ja, tök jó. Na, srácok, írjátok meg az videóba, hogy én ezt megcsináljam, mert teljesen így a másik oldalt, csak ennyit eddig. Tovább nem is csinálnám, csak azt, hogy ne azt nézzétek, hogy másik oldalt is ugyanígy meg fogom csinálni, vagy az legyen videóba. Annyi, hogy tényleg megcsinálom másik oldalt, akkor nem kell még egyszer. Vártok, vegyük le ezt a izéről? Aha. Még arra voltam volna kíváncsi, kalapács oda kéne neki csapni, hogy ez elfordul-e. Azt annyit még megcsinálok, hogy itt így oldalra fordul-e. Még tudom, hogy a izé csuklós szerkezet, amit beszéltünk, ugye, hogy oldalra is tudjon mozogni. Az még nincs, elvileg oda csapok neki, akkor ennek el kell mozdulnia. Arra, miért nem mozdul? Hát, hogy nehéz. Ugye ennél a tengelynél el kellene fordulnia. Jó, hát összerakjuk azt, akkor majd teszteljük. Ugye így fog kanyarodni, meg még ráadásul lesz egy fordítási lehetőség is. Amit ide akarok beiktatni, és akkor a segge fog még így oldalirányba is mozogni. Jó, várjátok, egy dolgot ki akartam próbálni, hogyha van kettő kockám. Mondjuk. Egyik az. Aja, az egyiket fölemelem. Mi a fasz? Arra fontos dolgokat akarok kipróbálni egyébként. Hogy később össze tudom hegeszteni ezeket. Most elvileg bevarkták a játékba, mondjuk, hogyha én ezt így megépítettem, és akkor ezt itt tovább építem, de én ezt elveszem innen. Akkor van elvileg egy ilyen hegesztő szerkezet, amivel össze lehet ezt toldani. Ugye, hogy eltüntötted? Nem tudom, hogy működik ez. Ez csak akkor, hogyha egymás mellett vannak teljesen. Majd rakok ide egy ilyet. Ágy, te hülye! Most ez rostog, mint az atom, de... Hogy kell ezzel hegeszteni, azt majd írjátok meg. Mert félek, hogyha szétesz. Nem baj, jó van. Megoldom, nem lesz ebben semmi probléma. Csuklik. Nézzétek? Erről beszéltem, hogy kíváncsi voltam, hogy középen ez elfordul. Megnézzük mennyire. Na, gyakorlatilag ilyen szögbe el tud fordulni. Jó az gyerekek, tök jó. Ennyi, igen, mert most van hátulja is. Ennyire el tud fordulni, hát ez bőven jó, nem? Ó, ez tök jó. Tetszik, mert ugye ott itt már összejön. Na, köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek, írjatok tippeket, trükköket, meg hogy legyenek itt a móka mikik, jó? Azt írjátok meg. Ezt föl kéne vennem. Akkor kéne parkolnom, hogy... És akkor innen folytatódik a projekt. Na, csá!
színe, hiányzik az alja, és néhány kereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes, Ikarusz a kaszmia, Taurusz a gumia, ha-ha, de megy ez az ifa.